Megjelent a magyar közlönyben a módosított rezsiszabály. A miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón jelentette be, hogy változtattak a földgázzal kapcsolatos rezsiszabályokon. 63.645 megazsulban határozták meg azt a fűtőértéket, ameddig mindenkinek jár rezsicsökkentett áron a földgáz. Így azok is jól járnak, akikhez gyengébb minőségű vagy csekélyebb fűtőértékű földgáz jut el. Amíg a magas fűtőértékű gázon nagyjából 5 perc alatt felforr másfél liter víz, addig alacsony fűtőértékű gázon ez csak nem dupla ennyi időt vesz igénybe. Magyarországon a családok többsége a jobb minőséget használja, de például Békés, illetve Zala megyében a gyengébb gázzal fűtenek. Annak érdekében, hogy utóbbiakat az új rezsiszabályok miatt ne érje hátrány, a kormány úgy döntött, a földgáz fűtő értékehez igazítja az átlagfogyasztás mértékét. Még a legrosszabb fűtőérték esetében is az 1729 köbmétert mindenkinek a rezsicsökkentett áron meg kell kapnia valamennyi háztartásnak. Ezt a keddi kormányinfón hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy megemelik azt a fűtőérték mennyiséget, ami meghatározott átlagfogyasztásig rezsicsökkentett áron lehet felhasználni a gázból. Ezért állapítottuk meg a megazsulban, eddig is a rendeletben szerepel, de ezt most pontosítottuk, 63.645 megazsulban a fűtőértéket. Ez jelentősen több, mint ami korábban a rendeletben szerepelt, mert korábban az átlag fűtőérték szerepelt a rendeletben, ez volt 59.001 megazsul, és most pedig a leggyengébb fűtőérték melletti megazsúlszám szerepel, tehát ezzel a megazsúllal mindenki még a legeslegyengébb fűtőértékkel rendelkező gázt felhasználó fogyasztók is az 1729 köbmétert rezsicsökkentetten fel tudják használni. A miniszter elmondta még, hogy egyik európai állam sem segít olyan mértékben a családoknak a rezsijük kifizetésében, mint a magyar kormány. Jelezte, piaci áron a 180 ezres gázszámla helyett a fogyasztóknak 17 ezer forintot kell fizetni, és jelentős az áram árához való állami hozzájárulás is. Itt havi 200 ezer forintot fizet ki az állam mérőhelyenként. Fontos, hogy az energiaellátás Magyarországon mind a gáz, mind az áram esetében biztosított. A magyarországi gáztárolók jól állnak. A jelenleg tárolt 3,8 milliárd köbméter 76 téli napra elegendő a lakossági és az ipari felhasználást is figyelembe véve.